Na hát, te aztán jó bevásároltál. Miket vettél itt? Jaj, az az enyém. Mennyi? Jesszus! Hát rendeltünk egy vízszűrőt. Tanna alla Britta. És így az ki. Alla Britta. Mi van benne? Na, hogy kell ezt szép mondani? 25 euró. Hát így néz ki, és bele meg bele kell tenni ezt. Hogy mondják magyar? Oda mi bele. Ez a szűrő, ez meg átszűri a vizet. Előbb bele kell áztatni egy kicsit, hogy így buborékoljon. Vagyis legalábbis én így láttam. Ezt ide ráhelyezzük. És így lecsorgatja átszűrni. Egész posztert mellékeltek. Ez igen, Manuel. Jöttem a parkba biciklivel. Hát megmutatom egy kicsit a parkot. Hát ennyi az egész park. Ott vannak a tömbházak, maga a központ, ami nem látszik. Hát végül is még van ott egy kis része a parknak, és kb. Ennyi. Célnak megfelel, de hát egy 60 ezeres lakosú városnak ennyi nem elég szerintem. Zilannak nincs csak egy kis fos plázája, és most építenek egy jóval nagyobbat. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Hát már kb. 3 hónapja mind építik, és októberre fog elkészülni. Majd akkor megnézzük, hogy milyen lesz. Amúgy helyette ilyen ipari épületek voltak. A csőgyár.
Hát így néz ki a posta. Ramagy. Jött két csomagom, úgyhogy ki kell vegyem. Ki is vettem hamar. Azt hiszem fólia, vagy valami szarság. Na hát, ebbe fólia van. Ebbe meg. A telefonomra. A telefonomra ilyen kis bizbacok, mert kicsit elcsesztem itt a csatlakozóját, és nagyon csúnyán néz ki. És ezért ez meg nem ír egy fosse. Szóval így néz ki. Hát mondjuk még látszik. De nem épp annyira. Juhú! Megyek biciklizni! Te eszed a chipset? Na most vigyem le. Vihetem lefele. Istenem. Miért nem lakok én házba? Tíz emeletes tömbház. Istenem. Amúgy van ilyen poszter is, azt írja Mafut, baszok. Boobs, csöcsök. Ez aztán a parkolás. Ez meg hogy a fenébe fog kimenni. Mi a trutymó az? Szar! Mit csinálsz? Ha? Na mondjad már! Palacsinta? Ha nem? Muffin. Na, nincs még kész. Ó, a fenébe már. Legyél türelmetlen. Kész van? Vehetek egyet? Miért ilyen így? Kész van! És ez mind az enyém! Jaj, köszönöm! Door.
csinál, hogy minden nap. Munkahely. Jöttem. Szobor hátánál voltak kb. Ilyen nagy fák, és a polgármester pedig kivárgatta, azért, mert félt, hogy a nagy viharokba problémát fog okozni. Mondjuk igaz, öregek is voltak. Plusz még, hogy így jobban kirajzolódik ez a vigadó épülete, ami ugyancsak egy híresség. Itt van a szobor, és hátánál a fáknak a hűlt helyei. Látom meg a vigadó épülete, ami este ki van világítva. Megint itt vagyok a mezesteken, és akarok mutatni valamit. A természet Romániában. Itt van egy kuka, ott van a másik kuka. De mint hiába, mert teles, teli van szemét. Behányják a szemeted az erdőbe. Hihetetlen. És ez itt a fő út mellett. Tehát ha ott bemegyek, ott is teli szemeit. És itt kb. Mindenhol. Hát, így vigyázunk a természetre. Te mit teszel ott, Fornettit? Te hova hoztál engem? Ha? Ez a fos pláza? Ilyen fos plázánk van. Jézus. Na, mit vettünk? Inget? A csöcs tartott? Béni. Na hát ez volt a mól. Néni.
Néni, ne szaladjál. És akkor már elhozta engem a DM-be. A pellenkákhoz. Mindig ide járunk. Gyere már! Mit nézel itt? Penzliket? Nem hiszem el, hogy megint itt vagyunk. Istenem. Hát én megbolondulok. Meg kell beszéljük a haditervet. A haditervet? Te János, kéne mi is utaláljuk valamit. Hova? Csomagtal hova? Vedd magad! Terogj mi napszemüveged! Hol a napszemüveged? Hát jó, de női napszemüveged. Háj, női! Nincs nálam, ma esik táskámban van. Ne? Milyen mafiózó. Házasodsz? Te lakzik? Ilyen non-konvencionális zöld ruhában, feketében. Te mit csinálsz? YouTube csatornámra kéne. Lesz? Van? Mi lesz a neved? DJ Colin. Zolika. Nem megyünk utána? Ők hol mennek? Melyik a száz? Igen. És onnan megyünk, ahol felmennünk, ott van a ház, nem érzi. Na, megérkeztünk a Nuntára. Lakadáréba vagyunk. Köszönöm!
már nincs buli. De Klárke Kropján azt mondják, hogy holnap kurvára beteg leszek. Ennyi volt. Hogy az ilyen biztos? Mindenek, ha már végem a bulinak. Hogy az olikon? Konyhez buli. Nem akarsz lenni a videóimba? Szupersztár akarsz lenni? Az én videóimba rakjalak be. Szupersztár akarsz lenni? No. Most meghallgattál? Na, hétfő van, munkanap. Mi az? Benne akarsz lenni a videómban? Nem mondod még semmi. Mi van? Beszélj. Most már veszek szemben? Beszélj. Ez az irodánk. Van benne akarsz lenni a videót? Mit csinálsz? Már kicsomagolok. Szépen! Mit te még egy toboz? Ennyi volt. Mennyei vacsora. Hozzávalók. Káposzta. Urka. Paradicsom. Sonka. Zöldhagyma. Ami... Látottak milyen pláza épül, ha normális, egyszintes, ha bolondok ezek. Most komolyan ez nekik mol. Hát ezek raktárak dikma. Hogy néznek ki ezek a tömbházak, atya úristen? Tiszta Koszovó. A fidget spinner már a múlté, mert itt az új gyújtó fidget spinner. No.
vagyunk a kínaiaknak. Nem tetszenek a kínai cipadék. Miért? Ah, nem kell semmi. Ez a finom biohagyma és fokhagyma. Hát, van egy ilyen kis házikunk itt. Elég lepukkadt. Szép. Old school. Old school padlás. És ott van a kert. Na, indulás. Mit teszünk itt? Nyami. 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 Olyan én megettem az egészet, és te... Normális. Most komolyan be kellett csomagolni a te pizzádat. Na, most én kell hazavigyem a pizzádat. Vigyed már. Vigyed már a pizzádat. Mindjárt kitered a fogad. Jaj. Istenem! Jaj! Nyaljátok azt a fagyot! A videókra nyitott lettem. Nyaj... Főzöm a rizset. Hozzávaló rizs, brokkoli, hagyma megpergelve. Rizs, persze, természetesen bors és víz. Na főjé! Főjé! Főjé ma, ha főjé! Na, hát ez itt a végeredmény. Sok minden zavar ebben a világban. Csak pár példát mondok. Az igazságtalanság, a folytonos versenyben maradás, a hazugság és az emberi igénytelenség. És komolyan itt vagyok az erdőbe. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy valaki ide feljön? És teleszemeteli ezt a részt. Olajos flakonok. Most komolyan. Valamint itt sokan megállnak, és
ide végzik a nagy dolgokat, kis dolgokat. Tele van ilyen sektörlőkkel. Tessék. Papír zsebkendő. Gondolom ezzel törölték ki. Tessék. Szóval ez az én városom. Hát azt már nem is mutatom. Az én városom negatív oldala. Sokan nem törődnek a környezettel. Nem tudom. Komolyan. Itt egész végig. Megint visszajöttem ide a flabanokhoz. Itt egész végig. Mint látható, valaki beljebb jön szarni, pisilni. Attól függ. És persze kiszedje fel itt az erdő. Az erdőbe. Kiszedje fel. Így marad. Persze ez majd következő alkalommal jövök, hozok egy szemetes zsákot, és ezt szépen felszedem, mert hát ez borzadály. Legalább ezt a részt, ha már azt a államtan ezekkel mit csináljak. És kirakom oda, hogy Pestrackurecenia, azaz tartsd tisztán a környezetet, hogy hátha nem szemetelnek majd annyit. Más megoldás nincs. Úgyhogy az egyik dolog, amit nem szeretek ebbe a világba és ebbe a környékbe, az, hogy tele van szeméttel. Nem minden rész, de hát a javarészt. Igen, nem nagyon törődnek. Gondolják, hát úgyis felbomlik aztán. Kit érdekel, nem? Felbomlok egy nagy frászt. Műanyag. Az idei zilanapok ugyanott vannak megtartva, mint tavaly. A hotel Transylvania. Koroliszom. Jaj. Hotel Koroliszom hátán.
Városháza parkolójába. A régi piacnál. A régi piacnál. Az aktív plantán volt. Sajnos már ilyen későn tudtam feljönni a biciklizni összesre. Még ilyen esten voltam. Tiszta sötét van. Ég a biciklim. Pislog. Vissza-vissza. Fél tíz is már. Hát a kamera világosabban adja vissza, de hát egy kicsit felerősíti a fényt. Tehát már jó sötét van, úgyhogy sietek lefele. Nem különösítes így az erdő. Jesszus! Amúgy itt vannak a szemetek, amit mutattam múltkor. Ezt még felkeszedjem. Feljövök jövő héten, és felszedem. Ez volt a júliusi összefoglaló. Egy kicsit hosszú és unalmas. De aki végignézte, köszönöm a figyelmet. És hogy várjon az augusztus, mindenkinek kívánok egy kellemes nyaralást, találkozok jövő hónapban. Ugyanitt a csatornámon, most pedig időjárás jelentés.